Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ma egy különleges vendégem lesz. Ofella Balázs van itt a stúdiónkban, akinek a napokban jelenik meg a könyve, az a címe, hogy 10 év a francia idegen légióban. Ofella Balázs tehát itt van velünk, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot, én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. A könyv egyébként megrendelhető a csatornánkon keresztül is, a részleteket megtalálják a videó leírásában. Most, amikor beszélgetünk, akkor kedv van, egy-két napon belül kijön a könyv, tehát ki is tudjuk szállítani azoknak, akik megrendelik. És én rengeteget hallottam már önről, méghozzá a Guerilla című könyv kapcsán, ami egy nagyon nagy siker volt itt Magyarországon is, mert hogy a kiadónak a figyelmét, ha jól emlékszem, akkor erre a könyvre ön hívta fel, illetve ön is fordította az első részt, és többek között szolgált sok országban, Afganisztánban, Malinban, a francia Guyana őserdeiben, tehát sok helyen, úgyhogy most egy életút interjút szeretnénk önnel készíteni, illetve arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogy látja a világhelyzetét. Szóval hogy lesz valaki idegen légiós? Hát ez mindenkinél egyedi történet. Nekem szerintem a legalapvetőbb volt a motivációm, ugyanis katona szerettem volna lenni, és volt bennem egy jó adag kalandvágy is, úgyhogy amikor 2009-ben hozzá ponthoz ért az életem 24 évesen, hogy végre belevágtam, akkor azt mondtam, hogy ezt én megpróbálom. Ha nem sikerült volna, akkor a B-terv a Magyar Honvédség lett volna, de azért vonzott az alakulatnak a nimbusza, a nyugati fegyverzet, a külföldi küldetések, úgyhogy belevágtam, és szerencsére sikerült bejutnom. Nyilván, amikor valaki erre a pályára adja a fejét, akkor benne van a pakliba, hogy meghalhat. Ön ettől nem félt? Hát ettől szerintem mindenki fél, és azt le kell szögeznem, hogy a jelen háborúiban most ne tekintsük az orosz-ukránt, hanem azokat az összecsapásokat, amiben Franciaország részt vett, olyan nagyon nagy halálozási arányok nincsenek. Úgyhogy nem voltak olyan esélyeim, mint mondjuk az elődeimnek a második világháborúban vagy Algériában, de igen, ez benne van, de ezt a kockázatot el kell fogadni. Ez egy ilyen szakma. Amikor az ember a francia idegen légióról hall, és lehet, előre is elnézést kérek, lehet, hogy ilyen sértő dolgokat fogok mondani, tényleg a hallomásaimra támaszkodok. Az nagyjából az a kép, hogy őrült emberek a pénzért ott hagyják az országaikat, és elmennek a francia idegen légióba, ott harcolnak, keresnek jó sok pénzt, de valójában tönkre megy az életük, és akkor nem tudnak új életet kezdeni. Ehhez képest itt van ön, összeszedetten ugye jelenleg a terrorelhárítási központnál dolgozik, könyvet írt, van világos világnézete. Mennyire hülyeség, amit most mondtam, az a kép, amit a francia idegen légióval kapcsolatban próbálnak mutatni az embereknek? Hát igen, ezek a sztereotípiák így összegyűlnek, azt tudjuk, hogy még a szocializmusban direkt ezt a központból is erőltették ezt a képet rólunk, hogy minél kevesebb magyar menjen, ne is próbálja meg az imperializmus hadseregében a szolgálatot, és aztán jöttek a bulvárújságok, ahol szintén csak azt emelik ki, hogyha egy bűnözőnek van valami légiós múltja, még akkor is, hogyha ez csak 2 nap felvételit jelent. Meg jött néhány nagyot mondó, itt szolgáló, több-kevesebb időt volt kollégám, akik szintén oda tették, és összeállt egy ilyen kép, ahol már elég nehéz kihámozni, hogy mi a valóság, és mi az, aminek van alapja. Hát én meg szeretném mindenkit nyugtatni, hogy mi teljesen normálisak vagyunk. Úgyhogy itt általában többé-kevésbé eltökélt emberek mennek ki, tudják, hogy mit akarnak, vagy katonai pályát keresik, vagy pedig egy biztos megélhetést, részt vesznek az alapkiképzésen, egy nyugati hadsereg felkészíti őket tisztességesen, és teljesítik a kötelességüket. Itt nagyon jó, persze, érik olyan hatást, főleg hadműveleti területen, amit többé-kevésbé nehezen dolgoz fel, de hát a sereg megad mindent, hogy ezen túllendüljünk. A pszichológusok is állnak a rendelkezésünkre, és aki ide normálisan jön be, az szerintem normálisan is jön ki a kapun. Akkor beszéljünk arról, hogy milyen valójában a francia idegen légió, és milyen valójában a francia hadsereg. Hogy kell elképzelni egy 21. századi modern hadsereget? Az idegen légió a francia hadseregnek a szerves része. Egy alakulata, teljesen be vagy tagozódva, itt is francia vezényleti nyelv. ugyanannyi fizetést kapunk, mint ők, ugyanazok a felszereléseink, fegyverzetünk. Annyiban előnyösebb a légiónak, hogy nagyobb a merítési lehetősége. Itt nálunk 10-szeres volt a túljelentkezés, a reguláris francia alakulatoknál nagyjából 1,5-szeres túljelentkezés van, de van, amikor még ennél is kevesebb, úgyhogy jobban meg tudtak minket válogatni. Mi a gyorsabban bevethetők és a jobb képességű alakulatok között vagyunk számon tartva, mint mondjuk a hegyi vadászok vagy az ejtőernyősök is a francia hadseregen belül, de ezzel együtt teljesen olyan életünk van, mint a francia katonáknak, hogy ott is kapunk egy alapkiképzést, aztán megkapjuk a szakkiképzést a fegyvernemünknek megfelelően, és utána vagy francia utcákon járőrözünk, vagy a határt védjük, vagy külföldi kiküldetéseken vagyunk, ez lehet csak a jelenlét biztosítása, de lehet harci tevékenység és műveleti területen, és természetesen folytatódnak a kiképzések is. Amikor ön 24 évesen jelentkezett, milyen feladatoknak és képességeknek kellett megfelelni, és ahhoz képest, amit várt, ez könnyebb volt, vagy nehezebb? Hát annyiban szerencsém volt, hogy tudtam beszélni jó néhány légióssal, relatíva jó néhány is, néhány légióssal itthon, úgyhogy így tudtam, hogy mi várhat rám a felvételin, én nem lepődtem meg. Ez egy 3 hetes eljárás volt, itt volt fizikai teszt, IQ-teszt, több orvosi vizsgálat, motivációs beszélgetés, pszichológussal kellett beszélgetni. A katonai rendőrség is kihallgatott a múltammal kapcsolatban, és természetesen a 3 hét alatt végigfigyelték, hogy mennyire akarunk bekerülni, mennyire vagyunk motiváltak, és szerintem ez volt itt a kulcsmomentum, hogy meg kellett mutatni, hogy mi le tudjuk vetkőzni az eddig életünket, le tudjuk vetkőzni a büszkeségünket, és beszeretnénk ide jutni. És akin ezt látták, aki lelkiismeresen teljesítette a akkor extrémebbnek tűnő kéréseket, és aki úgy állt hozzá a munkához, az bekerült, és szerencsére bekerültem én is. Mi számít extrém kérésnek? Hát végeztünk, akkor az első 3 hétben csak dolgoztattak minket. Végeztünk olyan munkákat is, szinte eszközök nélkül is, amik értelmetlennek tűntek akkor, de... De ez olyan, mint a régi katonasztoriknál, hogy fogkefével kell felmosni a mosdót, vagy milyen jellegű? Hát azért nem fogkefével, de alaposan végig sikáltattak mindent, akkor is, hogyha teljesen tiszta volt, de ennek úgy csinálni kellett, és azért ezek a tulajdonságok nagyon jól jönnek később is, amikor már bekerül az ember, és ha teljesíti a parancsokat, ha bírja a monotonitást, az nagy előnyben. Említette a járőrözést, a határvédelmet, illetve a külföldi szolgálatot is. Azt látom, hogy külföldön szolgált, de mivel kezdődött? Tehát miután felvették a hadseregbe, utána mi volt az első feladata? Véget ért ez a 3 hetes kiválasztási időszak. Bekerültem én is abban néhány emberbe, akik végül is a kiképzendő szakaszt alkották, és akkor jött a 4 hónapos alapkiképzés. Kastelnodari nevű francia kisváros környékén, ahol általában mindig fúj a szél és esik az eső, szerintem ezért is helyezték ide, hogy ne érezzük túl jól magunkat. Az első hónap a farm volt, itt egy elzárt volt mezőgazdasági épületben laktunk, és itt tanultuk meg a katonaság alapjait, elég szélsőséges körülmények között, nagyon nem ettünk, hideg volt, mint mondtam, nagyon nem aludtunk, mindenért büntetés járt, néha még testi fenyítés is, ahogy a jó katonai alapkiképzéseken lenni szokás. De ez mit jelent a büntetés és a fenyítés rész? Ez hogy zajlott a gyakorlatban? A büntetés az nagyon változatos volt, mert nagyon jó a kiképzők fantáziája, úgyhogy itt a különböző erősítő gyakorlatoktól kezdve jelentések írása, mindenfajta munka, kúszás, mászás a sárban, és hát volt néhány pofon is, meg néhány gyomros is, de nevelő célzattal, úgyhogy arra nagyon odafigyeltek, hogy maradandó sérülést ne okozzanak. De akkor ez nem az Amnesty International féle gondolat, ahol senkihez ne nyúljanak hozzá, és véletlenül se szenvedjen senki semmifajta lelki vagy testi megaláztatást, hanem ez egy kemény férfias kiképzés volt. Igen, itt a jogvédők szerintem nem érezték volna magukat túl jól, de kellett ez, hogy egyrészt megszűrjenek minket, másrészt stressz alá kellett helyezni, és ott kiképezni, mert maga a háború is egy stresszes dolog, amire végül is kiképeztek minket, és jobb, hogyha itt megszokjuk, hogy mindenféle kényelmetlen körülmények között kell teljesíteni a parancsot, mint hogyha ott a harctéren szembesülnénk ezzel. Ön ezt hogy érte meg lelkileg? Vagy ilyenkor az úgy háttérbe szorul, hogy ki mit érez? Hát sajnos nálam nem szorult háttérbe, úgyhogy én nagyon rosszul éreztem magam, főleg az első hét után már ugye azt mondom, hogy elértem a holdpontomat, tudom, ez egy kicsit korai volt, és akkor úgy mindenből elegem volt, és azt mondom, hogy lettem olyan hülye, hogy feladtam a viszonylag kényelmes otthon életemet, és ide jöttem, hogy minden rám zúduljon. De onnantól kezdve úgy valami átkattant bennem, és csináltam, összeszorítottam a fogamat, és persze utáltuk az alapkiképzést, mindenki utálta, mindenki lefogyott, de láttuk, hogy egyre jobban csökken az idő, ami hátra van, egyre inkább megtanuljuk a nyelvet, egyre jobban belesibulunk a rendszerbe, és végigcsináltuk. Van olyan pont, amikor az ember azt érzi, hogy nem bírja tovább? Ennyi, kész, vége? Hát volt, akinél volt, többen dezertáltak, vagyis engedély nélkül távoztak seregtől, volt, akik civilt kértek. Nálam nem jött el ez a pont. Persze fizikálisan mondjuk van az a pont, amikor már annyi fekvőt nyomatnak le velünk, hogy tényleg az izmok nem bírják, de lelkileg, meg a nehézségekhez való hozzászokást tekintve az ember az nagyon szívós, és le tud küzdeni olyan határokat, amiről nem hitte el, meg bele se gondolt még előtte, hogy ezek neki menni fognak. Az, hogy vállalta a kiképzés részét, az azért volt, mert tudta, hogy utána viszont lesz majd normális fizetés, lesznek jó szolgálatok, és vagy alapból szeretett volna bizonyítani akár önmagának, hogy igen, erre önképes, és meg tudja ezt csinálni. Hát én elsősorban katona akartam lenni, úgyhogy én nem magáért a kiképzésért mentem, én úgy voltam vele, hogy ez egy szükséges dolog, azt nem mondom, hogy szükséges rossz, mert jó volt, amikor nem éreztük jól magunkat, meg erről szólt az egész végül is, de azért olyan dolgokat megtanultunk, amikre szükségünk volt úgyis egész életünkben, de tudtam, hogy ezek után ott lesznek majd előtte a külföldi missziók, ott lesz a normális alakulatom, hova be fogok kerülni, úgyhogy van miért végigcsinálnom. Amikor véget ért a kiképzés, akkor hogyan folytatódott tovább a pályája? Ez az egy hónapos farm időszakot, mint most mondtam, és a legrosszabb részt, azt lezárta egy nagy menedzsgyakorlat, a Kepi Marsnak hívják, ekkor kaptuk meg utána a fehér fejfedőnket, a légió tradicionális viseletét, és ekkor váltunk tulajdonképpen a rendfokozatunk szerint is légióssá. Ezután még 3 hónapig folytatódott az alapkiképzés, de ekkor már laktanyában, ez könnyebb időszak volt, és amikor az egész 4 hónapos folyamat véget ért, akkor jöttek a tesztek. A tesztek alapján kaptunk egy összpontszámot, és minél jobb lett a pontszámunk, annál valószínűbben mi választhattuk meg a jövendőbeli alakulatunkat, a harcoló alakulatunkat most már. Úgyhogy szerencsére jó helyen végeztem, én oda tudtam menni, ahova szerettem volna, a hegyi műszaki ezredbe. Ide átkerültem, jött még két és fél hónapos itteni szakkiképzés, a hegyi harcászatot, meg a műszaki harcászatot, műszaki dolgokat tanultuk meg, és mikor ezzel is végeztem, akkor kerültem be újoncként most már egy harci századba. Mit csinál a hegyi műszaki ezred, és miért ezt választotta? Mi alapvetően gépesített lövészek vagyunk, vagyis gyalogos katonák, akik ilyen páncélozott szállító harcjárművön mennek hadba, de vannak mellé hegyi és műszaki képességeink. Hát a hegyi a bizonyos alapszintű síelés, és a hegymászó, hát inkább alpinista technikák, de a mi szintünkön még nem nekünk kellett kiépíteni a pályát, csak tudni kellett leereszkedni, meg felmenni, plusz a hegyekben is volt elég sok harcászati gyakorlat. A műszaki rész a mi szintünkön az a robbanóanyagok kezelését és az aknatelepítést jelentette főleg. Ugye azért érdekes még a francia idegen légió, mert hogy a nevében is benne van, hogy számos országból érkeznek katonák, és mennyire volt színes a társaság, mennyire volt vegyes a csapat? Úgy nézem, hogy a világ mely pontjairól voltak bajtársaim, úgy szinte az összes országot fel tudnám sorolni, de itt sokan csak kuriózumnak számítottak, ez alapvetően egy kelet-közép-európai történet. Hogy itt gyából Oroszországtól Lengyelországig a volt keleti blokk van jelen főleg, és ehhez jönnek még sokkal kisebb számban más nemzetiségűek is. Franciából egy olyan 10% van. Ők az elején elengedhetetlenek voltak, mert ők értették a parancsokat, úgyhogy őket kellett utánoznunk. És akkor elindultak a szolgálatok. Mikor volt az első külföldi bevetés, és hol? Én belevágtam a közepébe, Afganisztánnal kezdtem, hogy ez a király kategóriának számított akkor még. Meg most is visszasírjuk, mert ez volt az egyik legforróbb terület, ahova mehettünk volna. Én 1,5 év szolgálattal jutottam el oda, előtte volt egy 1,5 éves felkészülésünk. Akkor egy kicsit beszéljünk az afganisztáni szolgálatról, hogy teltek a mindennapok, és mi történt Afganisztánban? Hát Afganisztán akkor egy alacsony intenzitású konfliktus volt. Hányat írunk egyébként, amikor ott volt? 2010 novemberét írjuk, amikor megérkeztem, és 2011 májusáig voltam. Ekkor nem mondom azt, hogy egy teljesen háborús övezet, mert hát nem voltak frontvonalak, nem voltak felállított ellenséges csapatok, hanem felkelők ellen harcoltunk. Vagy gerilla, vagy terrorista taktikákat alkalmaztak ellenünk és a lakosság ellen. Mi biztosítottuk a tartományt, ahova küldtek minket a fővárostól, Kabultól néhány kilométerre, és hát alapvetően a bázisaink és a főközlekedési útvonalak voltak a kezünkbe, a kisebb völgyek, falvak azok viszonylagosak voltak, és itt vezettünk műveleteket, hogy ide is kiterjesztjük egyrészt a NATO-nak, a francia hadseregnek az uralmát, másrészt pedig azért a normális civil élet működését is biztosítsuk, mert hát ebben a tálibok nem voltak érdekeltek, hogy olyan normálisan működjön. Azóta ők közben irányítják ugye Afganisztánt. Mennyire volt forró a helyzet ebben a térségben, ahol ön dolgozott? Hát ekkor Afganisztánon belül egy közepesen forró tartománynak számított. Azért egyrészt közel volt a főváros, másrészt közel volt Pakisztán, és ahonnan táliboknak érkezett az utánpótlás, ott volt a hátország. Úgyhogy értékes terület volt ez. Az első 1,5 hónapban ott voltak viszonylag gyakran tűzharcok, lőtték a bázist is rakétákkal, extrém esetben még kézifegyverekkel is, majd szerencsére itt elég nagy sikereket arattunk, a tálibok túl bátrak voltak, úgyhogy épp ezért belefutottak néhány nagy veszteségbe, és akkor eljött a tél, ez egyébként is egy ilyen hadműveleti szünetnek számított. Ott milyen a tél Afganisztánban? Van nagyon szélsőséges ország Afganisztán, úgyhogy emlékszem, hogy karácsonyra néhány nappal még trikóban futottam, de karácsony és új év között, amikor kint voltunk műveleten, akkor éjszaka már -10 fokra is lecsökkent a hőmérséklet. Úgyhogy a tél kemény, bár nem olyan hosszú, mint nálunk, és utána még jött egy hónapnyi esős évszak is, amikor úgy zúgott minden nap, mintha dézsából öntenék. Lehet, hogy ezért is maradnak akkor a tálib, vagy maradtak még, amikor tartott a háború, a tálib műveletek abba, hogy télen főleg csak pokolgépeket telepítettek, és amikor áprilisban elkezdett kizöldülni minden, több búvóhely, rejtekhely lett a tálib harcosoknak, akkor megint újra kezdték a tevékenységüket, de valószínűleg tanultak a novemberi kudarcaikból, és itt már inkább az üss és füss taktikát alkalmazták, nem álltak annyira bele a tűzharcokba. Értem, hogy kapott kiképzést, és sok mindent modelleztek, de milyen érzés azzal szembesülni, amikor valóban lő mondjuk az ellenség? Furcsa mód, annyira, amikor ez megtörténik, maga a tűzharc, úgy a félelmet nem érzünk. Meg jó érzésnek is elmondható, eufórikusnak, mert elönt az adrenalin, és akkor nem érezzük a fáradtságot. Én azt sem éreztem, hogy mert banálisan hangzik, de hogy éppen pisilnem kéne, mert mindenről elfeledkezünk, és a lényegre koncentrálunk, úgyhogy ilyen szempontból, hogyha tűzharc volt, akkor az viszonylag érthetően és tisztán lepergett körülöttünk. Előtte meg utána gondolja azt az ember, hogy hú, ez egyrészt itt meleg lesz, másrészt meg, hogy ez meleg volt, és akár ott is maradhattam volna, bár mondom, olyan túl nagy esélyek erre nem voltak. Tehát közvetlen életveszélyben nem volt akkor? Olyan szempontból nem voltam, hogy engem nem talált el semmi. Volt srác, akit mellettem lőttek vállon, egy olyan 3-4 méterrel volt, amikor az öngyilkos merénylő robbantott mellettem, egy 100 méterre körülbelül. Itt én szerint egy épületben voltam, ahol újra megtek a falak, mint a földrengés lett volna. Az mondjuk milyen érzés, amikor egyszer csak hirtelen felrobban valami, mert azt gondolom a semmiből történik. Tehát, hogy az nem egy kiszámítható dolog, hogy most valaki felrobbantja magát. Igen, én magát, az öngyilkos merénylőt nem láttam, egy autóval robbantotta fel magát csapataink mellett. Szerintem nem volt egy túl hatékony öngyilkos merénylő, mert egyedül ő halt bele, és két páncélosunk súlyosabb, páncélozott szállítóharcármunk súlyosan megrongálódott, meg néhány srácnak beszakadt a dobhártyája, de más bajunk nem lett. Hát, és ilyenkor nem merül az fel az emberben, hogy fú, hogyha most én ott lettem volna csak 100 méterrel arrébb, akkor most nem élek. Akkor, amikor megtörténik, bennem ilyen soha nem merült föl. Utána, amikor vége lett, bementünk a bázis, és így visszagondoltam, akkor mindig eszembe jut, hogy hú, de nagy szerencsém volt, és hogy esetleg lesz ilyen nagy szerencsém másnap, de amikor maga az akció történik, nekem úgy általában tiszta volt a fejem, és nem foglalkoztatott. Ugye említette az adrenalint. Az adrenalin mellett mennyire tud az ember tisztán gondolkodni? Én azt vettem észre, hogy úgy kitisztul minden kicsit le is lassulna, és sokkal jobban észlelem a külvilágot, hogy ezek így jók voltak. Mondom, én most csak Afganisztánról beszélek, egy ukrán-orosz háborúban, ahol jóval nagyobb tűzerőt vetnek be, és sokkal intenzívebbek a tűzharcok, és képzett is az ellenség, mert hagyjuk meg, a tálibok nem voltak azok, meg nem is voltak elég jó fegyvereik hozzá. Ott lehet, hogy teljesen másként jön le a dolog. Én ezt a részét a háborúnak, ezt az intenzitást, amit én átéltem, én ezt így láttam. Na még egy nagyon picit Afganisztánnál maradva, hogy azt mondta, hogy a táliboknak nem voltak jó fegyvereik, és nem voltak annyira kiképezve. Hogy fordulhatott elő az, amit most láttunk évelején, hogy a katonák fejvesztve menekültek Afganisztánból, és hogy a tálibok így tudták átvenni a hatalmat? Úgyhogy ennek ellenére ők hittek abban, amit csinálnak. Természetesen mi is hittünk, itt nem magunkról beszélek, de végülis mi csak az afgán kormányerők támogatására voltunk ott. És amit én láttam belőle, hát az nem volt túl pozitív. Ugye a hadseregük az nagyjából papíron két és félszer annyi főt számlált, mint a valóságban, és az így leírt fantomkatonáknak azért volt, aki felvegye a zsoldját, meg volt, aki eltegye a... Ezt már akkor is látták? Igen, láttuk. Milyen érzés úgy védeni valakit, nyilván feladatot teljesítenek, hogy közben látják a védett területnek akár a hiányosságait, bűneit? Hát azt láttuk, hogy és ebben az országban, ha mi ezt magukra hagyjuk, akkor itt nem lesz tartós a rend. Az egyébként engem is meglepett, hogy ez ilyen gyorsan omlott össze, és nem néhány év alatt, de azt már akkor láttam, hogy ha itt valami csoda nem történik, és ezt a táliboknak ott hagyják, ez össze fog omlani. Mert, mint mondtam, a tálib az nem félt harcolni. Lehet, hogy képzetlenek voltak, lehet, hogy nem voltak olyan fegyvereik, de nagyon bátrak voltak, és nem féltek az életüket feláldozni. És hogyha akkor látszott, hogyha itt egy kikimeccs lesz, az afgán kormánykatona, aki végül is csak jól akart élni, meg túl akarta élni, és nem volt meggyőződése, meg a fanatikus tálibok között, akkor ki fog elszaladni, és ki fog ott maradni. A könyvnek a fülszövegéből idézek most, hogy a francia idegen légióban megfordult beteges hazudozók meséiben, akik általában idő előtt leléptek, John Rambo és James Bond keverékei. A kádárista történészek könyveiben az imperializmus öklei, akik naponta kiírtanak legalább egy afrikai falut, a lilaködös pacifisták gondolataiban lelketlen zsoldosok, akik parancsra az anyjukat is megölnék. Ez a könyv viszont egy olyan magyar katona szemszögéből mutatja be az idegen légiót, aki tényleg itt szolgált, és viszonylag mozgalmas karriert tudhat maga mögött. Továbbra is hangsúlyozunk, hogy a könyvet tehát meg lehet rendelni, és ajánljuk is elolvasásra, de hogy azt kérdezném, hogy most itt akkor a Rambo, James Bond, az imperializmus öklei, akik kiirtanak, tehát hogy ez mennyire vannak ilyenkor olyan kalandok, vagy olyan extrém helyzetek, amit mondjuk a filmekben látunk, mert ha a filmeket nézzük, akkor ez egy állandóan zajló akciófilm, de azért a valóság gondolom ennél sokkal összetettebb. Igen, persze, hát filmet nem lehetne azzal eladni, hogyha bemutatják, hogy mi, hogy pucoljuk a WC-t, meg a folyosót, meg hogy töltünk kiképző terepeken, úgy heteket, hónapokat, hogy csak gyakorlatozunk. Itt az akció kell, azt négyzetre emelik, és állandósítják a film végéig, mert különben nem néznék meg a nézők. Úgyhogy rólunk is sokan azt hiszik, hogy mi a különleges erők vagyunk, hogy kis csoportokban, akár egyesével, kettesével tevékenykedünk az ellenséges vonalak mögött. Ez nem igaz. Mi rendes, reguláris haderő vagyunk, nagy tömegbe vetnek be, és klasszikus hadmozdulatokat hajtunk végre, és ennek megfelelő a felszerelésünk és a kiképzésünk is. Az meg, hogy mi falvakat írtunk ki, meg a többi, ez egyszerűen képtelenség, és Franciaország egy NATO tagállam, itt tiszteletben tartja a Genfi hágai, meg a többi egyezményt. Nem valami gyilkos szabad csapat vagyunk. Mi volt a legextrémebb és a legizgalmasabb pont a szolgálata során? És most nem csak Afganisztánra gondolok, hanem úgy általában. Volt mégis több pont is, és mindegyik másként különbözött. Hát Afganisztánra még annyiban visszatérek, hogy itt voltak a leginkább háborúhoz hasonlítható dolgok, úgyhogy amiért oda mentünk, amiért kiképeztek minket, itt kaptuk meg, de mondhatnám Francia Guyanát is, amelyik fizikálisan és az egészségünk szempontjából volt extrém. Az őserdő miatt? Az őserdő, igen. Ott benn laktunk akár hónapokig az őserdőbe, és úgy járőröztünk az illegális aranyások és a illegális bevándorlók miatt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt rendes falvakat építettek fel az őserdőben, étteremmel, templomban, bortélyházzal együtt, meg rendes bányákat működtettek, amiket nekünk fel kellett számolnunk. És egyrészt ez marha nagy élmény volt nekem magyarországi srácnak, aki azért az Alföldről jöttem nagyjából, még a széléről is, és itt meg 50-60 méteres fák között menetelhettem, hát másrészt meg volt, hogy a bokáig a sárban egész nap, úgyhogy fizikálisan kemény volt, de mondhatnám Malit is, és a Szaharát az extrém viszonyaival, hogy voltak olyan pontok, amiket csak így élhettem át, hogy beléptem ide. Ugye egy mondatot akkor azért Maliról beszéljünk, hiszen ugye ott is látjuk, hogy a francia békefenntartók nagyon fontos szerepet játszottak, és azt is látjuk, hogy Maliban is eléggé bonyolult a politikai helyzet, és akkor itt hoznám be azt, hogy mennyire nehéz katonaként látva a realitást sok esetben politikai döntéseknek is parancsot teljesíteni. Igen, ez Maliban sajnos előjött, de eléggé nagy katyvasz volt már, amikor oda mentünk, mert is egy polgárháború zártak le a franciák a beavatkozásukkal, de a polgárháború egyik fele, az északi tuareg lázadók plusz iszlamisták is egymásnak estek, úgyhogy is a tuareg lázadókat ilyen félig meddig semlegesként kellett kezelnünk, és hát ott voltak igen olyan döntések, hogy tudtuk, hogy ellenünk szervezkedik, tudtuk, hogy benne van akár a drogcsempészetben is, tudtuk, hogy információkat ad ki rólunk, de érinthetetlen volt számunkra, mert hogy ez volt a politikai döntés egyes ilyen lázadó frakciókról. Na és akkor most térnék át egy kicsit a jelen korunkra, napjainkra. Ugye, ha jól értem, akkor a francia idegen légióból ön már leszerelt, jelenleg Magyarországon szolgál. Mielőtt még az aktualitásokra rátérnénk, hogy mennyire volt nehéz ott hagyni az alakulatot? Hát két vetülete van. Úgy racionálisan, az eszemmel gondolkodva nem volt nehéz. Elértem abban a korba, hogy 33 éves koromban, hogy még válthattam át valamire, még belekezdtem volna olyan dolgokba, amit szerettem volna csinálni, és úgy gondoltam, hogy itt pedig már elég sok dolgot átéltem a légióban, úgyhogy magam mögött hagyhatom. Volt olyan, hogy megsérült egyébként? Nem, szerencsére nem, és a trópusi betegségek is elkerültek, úgyhogy... Akkor szerencsés szolgálat volt. De lelkileg az más kérdés volt, úgyhogy azért mégis nagy öröm volt, amikor felvettek, ahogy írom a könyvben, hogy életem legboldogabb napja, és ezt mind a mai napig tartom. és hát hozzám nőtt. Na, mégis az alakulat, és én magaménak éreztem a légiót. Szerencsére szerettek is benne, én is szerettem a bajtársakat. Még ha azért a alakulat jellegénél fogva elég gyorsan is cserélődnek. Persze nem halálozásra kell érteni, csak hát mindig mennek képzésekre, más alakulathoz leszerelnek, dezertálnak, stb. Tehát akkor ilyen tartós, hogy valakivel éveken át együtt volt, az... Ritka volt. Nem ez volt a jellemző. De jól kijöttünk, és szerettem a légiót, és ilyen szempontból azért szíven ütött a leszerelés. Mikor utoljára kigörültem a laktanyából, és visszanéztem, jó, ez lehet kicsit nyálasnak hangzik, de akkor így belém hasított, hogy hát én ezt a kaput most látom utoljára, ezt az épületet most látom utoljára, és majd 10 évig ez volt az életem. Oda már nincs visszaút? De lenne. Úgyhogy én úgy szereltem le, hogy ha vissza szeretnék menni, akkor visszavennének egyből, és a rendfokozatomat is visszakapom. Mi volt a rendfokozata? Én szakaszvezető voltam. Az már egy fontos... Hát olyan szempontból igen, hogy rajparancsnok voltam, hogy a szakaszvezetők meg az őrmesterek a rajparancsnokok, hogyha az őrmesterséget választottam volna, onnan lehetett volna még felfele út, de így, hogy ennyit maradtam, így végül is ugyanaz volt mind a kettőnek a jelentősége. Említette a lelki vetületét, hogy mennyire... nyilvánul ez meg a mindennapokban, hogy amikor visszajön egy háborús övezetből, és mondjuk itt van Budapesten, és akkor itt azért nem leselkedik az a veszély, hogy bármikor felrobbanthatja valaki magát, vagy hogy önrelőnek, hogy mennyire válik az ember paranoiddá, vagy mennyire válik óvatossá, vagy hogy alakul ilyenkor az ember lelke? Én magamról tudok beszélni, és... ez is lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nekem Afganisztánba vissza honvágyam volt. Nem onnan volt ide, hanem innen-oda, mert egyszerűen hiányzott, amikor kimentünk a misszióra, és akkor mégis történt valami, vagy benne volt a levegőben, hogy történjen valami. A bajtársakkal is nagyon jóba voltunk, a altisztekkel, tisztekkel is. Az a nagyon nagy távolság, ami otthon volt, itt csökkent, mert egymásra voltunk utalva, és hát nekem ilyen szempontból azt mondom, hogy egy másfél hónapot Afganisztán után úgy unatkoztam. Itthon is, meg Franciaországban is, aztán persze visszatért minden a régi kerékvágásba. De akkor nem lehet, hogy ön adrenalin függő? Szeretem, hát azért függőnek nem hívnám magam, de azért szeretem az ilyen kiélezett dolgokat. Sportban is kipróbáltam, meg csinálok néhány olyat, ami ad egy adrenalin löketet, meg igen, a munkám során is. Én ezt szeretem. És akkor még egy kérdés ide, aztán tényleg rátérünk az aktualitásokra, de hogy nyilván aki egy fegyveres alakulatnál szolgál, fontos, hogy azon túl, hogy kap érte pénzt meg egyebek, de hogy higgyen a rendben, vagy akár paradox módon a békében, hiszen mégiscsak egy békefenntartásért, vagy azzal foglalkoznak, vagy a békért küzdenek, hogy ez mennyire erős azokban, akik a francia idegen légiót választják? Alapvetően, még ha nem is olyan erős a felvételinél valakinél, az alapképzés arról szól, hogy ezt a köteléket létrehozzák. Úgyhogy itt nagyon sokszor elmondták nekünk, akár sárban hasalva, akár fekvőtámasz pozícióban, hogy jobban berögzüljön, hogy mi mekkora szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán bekerülhetünk ide a légióba, és hogy ez a családunk, ez a hazánk, ez mindenünk, itt a bajtársunk, az tényleg a bajtársunk, és azonosulni kell vele, és szerintem akiben van egy kis katonás mentalitás, az azonosul is. Úgyhogy mi tényleg, nagy részünk tényleg büszke volt az egyenruhájára, büszkék voltunk az alakulatunkra, és háborús övezet, nem akarok nagy szavakat használni, de úgy mentünk oda, hogy azért nem hagyjuk egymást cserben, se a bajtársat, se magát az alakulatot, nem akartunk szégyent hozni rá. Na akkor most térjünk át a napjainkra, hiszen azért azt látjuk, hogy elég sok olyan globális probléma van, fegyveres konfliktusok kibontakozóban, ami miatt egy kicsit az az érzése lehet egy kívülálló embernek, hogy itt bármikor robbanhat minden. Ön hogy látja? Igen, ha megnézem, hogy milyen volt a világ 5 évvel ezelőtt, és milyenné vált most, ezért az mindenki látja, sokkal instabilabb. Hogy én nem hiszem azt, hogy ennek atomháború, meg világháború, meg óriási kataklizmák lesznek a végén. Mégis ami leginkább izgatja az embereket, mondom, az orosz-ukrán konfliktus, ez még mindig csak egy helyi háború. De igen, instabilabb, és szerintem Európa, főleg a nyugati fele, eddig nem azt hitte, hogy ezt az időszakot lezárta maga után, és egy kicsit belelustult a dologba. Elkezdték leszerelgetni a hadseregeket, megszüntetni a sorkatonaságokat. Itt már nincsenek azok a számok, amik a hidegháborúban megvoltak egy nyugati haderőnél sem, és nem most kezdenek rádöbbenni az emberek, hogy hát azért mégis egy államnak az az alapvető feladata, hogy megvédje magát, a határait és az állampolgárait. Ehhez pedig fegyverek kellenek és katonák. És hogy látja a fegyverek és a katonák kérdését, mert nyilván a francia hadsereg talán egy kicsit kivétel, de például megnézzük a közép-kelet-európai hadseregeket, akkor eléggé siralmas a helyzet. Igen. Azért itt 1990-ig, a hidegháború végéig megvoltak itt a hardware az megvolt, a hadianyag az megvolt, nagy létszámokat ki tudtak állítani ezek a hadseregek, és akkor elhitették magukkal, persze ezt könnyen el is hitetik a politikusok, mert azért a hadsereg fenntartása pénzbe kerül, és ha elkezdenek rajta spórolni, az nem olyan látványos, mint ha mondjuk a fizetéseket nem fizetnék ki maguknak a következő hónapban, az már jobban feltűnne nekik, de elhitették, hogy ennek az időszaknak mindörökre vége lesz, fenntartunk egy kis hadsereget azért, hogy megmutassuk egy-egy misszióba, hogy azért oda ki tudunk állítani egy alakulatot, vagy tudunk víztisztítókat vinni, vagy hasonló szinten részt venni, de nagyon nincsen szükségünk itt hadseregre. És hiába voltak az intőjelek, azért itt volt egy délszláv háború is, volt egy koszovói háború, és az egész világban sem értek még véget a háborúk, de belenyugodtak, hogy itt ezen lehet spórolni, mert mindig béke lesz, valaki megvéd minket, és szerintem most jött el egy ilyen ébredés, hogy ez mégse lesz így. Azt tudom mondani, hogy szerencsére Magyarországon, ahogy én látom, ez az ébredés már néhány évvel korábban eljött, és én pozitívan követtem, hogy itt a sok leépítés után elkezdik kicsit építeni is a hadsereget. Ez elegendő lehet, vagy hát tudom, hogy soha semmi nem elég, de például Magyarország esetében hogy látja, be lehet hozni a lemaradásokat, vagy már mindegy? Ez attól függ, hogy ki ellen szeretnénk a lemaradásokat behozni. Mert ha megnézzük a szomszédainkat, az egyszem Ukrajna kivételével, szerencsére ők is elhanyagolták a saját hadseregüket, és ott se túl jó a helyzet. Ha ezt arra értjük, hogy esetleg középhatalmakkal, mint mondjuk a lengyel, az ukrán hadsereg, vagy még nagyobb hatalmakkal sikeresen szembeszálljunk, ez az én meglátásom szerint jelen pillanatban esélytelen, de hogyha egy más szomszédos országgal kerülnénk konfliktusba, azért meg tudnám magunkat védeni. Hogy látja az orosz-ukrán háborút szakmai szemmel? Ugyanis nagyon sokan arra számítottak, hogy az első ugye az volt, hogy Oroszország nem is fogja megtámadni Ukrajnát, aztán mikor megtámadtak, akkor meg arra számítottak, hogy pillanatokon belül el fogja foglalni. Azért nyilván akik belülről látták, azt is látták, hogy Ukrajna talán Európa második legnagyobb hadserege, tehát hogy bonyolultabb ez a kérdés, de hogy látja, mi zajlik most, és milyenek az viszonyok? Bevallom, én is azt láttam, hogy egyrészt nem lesz háború, mert olyan azért több racionális érv szólt a béke, vagy az ilyen hidegháborús viszonyok mellett, mert hát azért béke sose volt, azért a Donyec-medencébe 14 óta megy a háború, még sokan nem is hívták ennek, mint a háború mellett. És igen, amikor megpróbáltak bevonulni az oroszok, akkor ott lógott a levegőben, hogy ez akár sikeres is lehet. Itt a véleményem szerint elkövettek egy olyan hibát, hogy egy forgatókönyv volt a fejükbe, egy sikeres bevonulás, és nem készültek fel rá, hogy mi lesz, hogyha az ellenség visszalő. Ez elég durván hangzik, de nagyjából... Szóval ön is azt az iskolát vallja, hogy azt gondolták, hogy ahogy a Krímnél ez nagyon gyorsan lement, és átálltak az ukránok és oroszok lettek, hogy ugyanerre számítottak Kelet-Ukrajna esetében legalábbis. Igen, szerintem ez lehetett a kiinduló pont, de hát a szovjet történelemben vannak az ilyen bevonulásoknak hagyományai, végülis a november 4-én és a forradalom levelése is egy bevonulás volt, mert a hadsereg úgy nem állt ellen, ott volt 68-ban Prága, ott volt Afganisztán, és ott volt a legutóbbi a Krím, itt ezt gondolták szerintem is, és amikor látták, hogy ez nem fog bekövetkezni, Ukrajna ellenáll, akkor még egy hónapig így belefagytak ebbe a konfliktusban, míg meg tudták újra tervezni egyáltalán, hogy itt mit is kéne csinálni. És szerintem azt se gondolták, hogy ekkora szintű nyugati fegyver fog Ukrajnába áramlani. Itt a nyugati szakértők se adtak túl sok hetet az ukrán hadseregnek, de ők se vették be a számításba, hogy olyan mértékű fegyversegély jön, amire legutóbb szerintem a vietnámi háborúban volt példa, pont a másik oldalról, akkor a Varsói Szerződés nyomta fel fegyverrel Vietnámot. És hogy látja, mindezen tények tükrében van esélye Ukrajnának győzni? Én nem tudom azt mondani, hogy nincs, mert egyrészt nem lehet tudni, hogy még ki mit fog beletenni ebbe a konfliktusba, másrészt akár az egyik fél be is dobhatja a törölközőt, és azt mondja, hogy nem akarja végsőkig folytatni. Hát Oroszország sokkal esélyesebb, nagyobbak a tartalékai minden téren, de én nem tudom azt kimondani, hogy Ukrajnát teljesen le lehet írni. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy Oroszországon és Ukrajnán túl látjuk azt, hogy ott van ugye a Kína-Tajván konfliktus, látjuk azt, hogy Afrikában micsoda dolgok zajlanak, ráadásul éhséglázadások is közelítenek, az energiaválság is ott van, látjuk, hogy Iránban éppen egy forradalom van készülőben, ugye egy hölgy halála miatt, aki nem viselte a hijabot, tehát tényleg szinte nem is tudunk olyan területét a világnak, ahol ne lennének nagyobb forrongások. Mennyire érhet ez össze, és mennyire lát, tehát hogy ön szerint ezek véletlen folyamatok, és egy csomó véletlen egybeesése, vagy tudatosan gerjesztett feszültségek? Szerintem véletlenek nincsenek ilyen szinten már, mert itt akkora pénzek, meg olyan érdekek forognak kockán, hogy mindenki megpróbálja beletenni, minden titkosszolgálat, meg minden kormány az eszközeit, úgyhogy elégedetlenség, az persze van alapból, meg történelmi konfliktusok, de ehhez kell az is, hogy a háttérből azért oda tegyék ehhez az infrastruktúrát, meg a logisztikai támogatást a különböző hárombetűs szolgálatok. Úgyhogy én így a véletlenekben nem hiszek. Hát így, hogy a nyugat, a NATO ennyire beleállt Oroszország ellen, az várható, hogy a potenciális szövetségeseit is megpróbálja gyengíteni, és a másik oldalról az is várható, hogy Oroszország is mindent meg fog tenni, akár az energiafegyverrel, akár más módszerekkel, hogy a ellene létrejött szövetséget gyengítse. Ofella Balázs volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást.